Nagy-Britanniára figyel a világ, ugyanis ma lesz harmadik Károly koronázása. A királyi pár a nagy eseményre a család Balmorali kastélyában készült, ahol második Erzsébet utolsó napjait töltötte. A Westminster apátságban tartandó ceremónián a 74 éves Károly fejére Szent Eduárd koronája kerül, Kamilla pedig Mária királynő egykori fejdíszét kapja, amelyet Erzsébet királynő is viselt. A koronázás pillanatában több tízezer templom, kápolna és székesegyház harangja csendül majd fel. Imre Balázsnak érkezett vendége. Így van, ez lesz ma a központi témánk, talán nem is véletlenül. Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervuszáron, és itt van már velünk a stúdióban Ocsanás Katalin protokoll szakértő is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük az elejéről egy picit. Ilyenkor a királyi pár elvonul a brit királyi családban, a Maroli hogy hallhattuk az imént, hogy felkészüljön erre a három napra, erre a nagyon intenzív három napra és a mai koronázási ceremóniára. Azt mondják, hogy azért harmadik Károlynak nem volt egy könnyű időszak az elmúlt pár hónap, hiszen ugye elvesztette az édesanyját, illetve a kisebbik fiának, Harry hercegnek a botrányai is talán megviselték azért a királyi családot. Mennyire tudta vélhetően stresszmentessé tenni ezt? ezt az időszakot nagyjából. Hát azt gondolom, hogy voltak segítői ebben, és ő is nagyon sok mindent megtettő. Ő nagyon régóta készült már erre a szerepre, hogy egykor uralkodóvá váljon. Ha nem túl régen, talán egyfajta régensként is közreműködött Erzsébet királynő mellett. Mindig a, a koronázás és a temetés közötti időszak azért ilyen hosszú, hogy, hogy nem csak szervezési kérdésekben, de mentálisan is föl rá készülni az új uralkodónak. Úgyhogy ezt az időszakot élte meg most ma a harmadik Károly király is, hiszen a, a királyás szentelés, a felkenés szertartása ma kezdődik majd a Westminster apátságban. Tegnap egyébként már a Buckingham-palotában fogadta azokat az államfőket, akik a koronázásra érkeztek, az európai királyi családok képviselőit, illetve a koronázás meghívott vendégeit. Ha már itt tartunk, akkor nézzünk, meg egy picit, hogy a mai napnak a pontos menetrendje mi lesz, tehát mire számíthatnak azok, akik egyébként követik majd akár itt Magyarországon is, például az m is köszönhetően majd az élő eseményeket közétették azt a forgatókönyvet, kommentárral ellátott forgatókönyvet, ami ma történni fog a Westminster apátságban. Ez a szertartás minden elemét tartalmazza majd, úgyhogy ezt látva azt hiszem, hogy igazán szép és összetett ceremóniában lesz részük. A menet elindul, sőt már az apátságban elkezdik fogadni a vendégeket fél tizenegytől. Károly király és Kamilla királyné nagyjából 20 perccel korábban az érkezést számítva, 20 perce korábban indul majd el, egy Buckingham hat Pal a Buckingham Pal palotából, egy hatfogatos hintón, visszafelé majd azon a nyolcfogatos hintón teszik meg azt a körmenetet és parádét, ami ugye az arany állami hintót jelenti majd, tehát az érkezések időpontja ez, majd a Westminster apátságban történik meg a ceremónia. Erzsébet királynő 1953-as koronázásán 8000 vendég vett részt. Károly király kívánalmai szerint ez egy nemcsak a mai kor kihívásának megfelelő, de a takarékossági okok miatt is egy szerényebb kivitelő időben és szertartásrendjében is megfeleltetett ceremónia lesz, tehát 2000 vendég lesz jelen az apátságban. Belépnek majd az apátságban és ezt követően egy... Egy fiatal kúrista fogja köszönteni a királyt, aki elmondja itt majd, hogy az ő nevében szolgálni jöttem, és nem azért, hogy engem szolgáljanak. És az egész ceremónia ennek alárendeltetett, ennek a gondolatnak, a mások iránti alázat és a szolgálatnak megfelelően. Illetve nem csak azok lesznek jelen, akik államfők, koronásfők Európában és a, a nemzetközösségben, hanem az, a Kamilla király és az ő által meghívott jótékonysági szervezetek is jelen lesznek, sőt a szomszédos kápolnából van, 500 fiatal lesz jelen, aki a koronázást végig fogja kísérni. Mindig az újszerűséget is követtük mi is tanítványokkal, hogy miben lesz ez más, és a kornak megfeleltetett. Például attól is eltér majd ez a mai nap koronázása, hogy a, az egyenrangúak, a perek tiszteletadása a koronázást követően ö, nem fog megtörténni a korábban ismert módon, egyedül Vilmos ö, ö, Velszi herceg fog, fog hűséges tenni a királynak. Trónörökös. a trónörökös, trón és ezt fogja látni Heri herceg is, aki ö, vélhetően nem a, az első két sorban vesz, ö, ö, fog helyet foglalni az ültetési ö, rendszerint, hiszen ott a ö, dolgozó királyi Családi tagok, családtagok lesznek majd ott. Ő egy távolabbi székről fogja ezt figyelni, és azt hiszem, hogy egy szép és felemelő szertartásban lesz része a, a, és is, a jelenlévőknek is. Ugye érdekes dolog mondta, hogy kevesebb vendég is lesz, mint 1953-ban második Erzsébet trónra lépésekor, és egyébként például a Buckingham palotától a Westminster apátságig megtett út is jóval rövidebb lesz, 1,3 mérföldet tesz meg ugye Károly és Kamila vagy Kamilla és Károly, bocsánat, hogy protokoll szakértő megmondja, hogy ilyenkor a királyt vagy a királynőt érdemes előrém király érdemes elődébb mondani. Szóval, hogy, hogy ez is jóval rövidebb lesz, ugye Erzsébet annak idején két órát vonult át Londonon, kár jóval kevesebbet fog most. Ez, ez is egyfajta, az, hogy kevesebb vendég lesz, rövidebb lesz az út a két helyszín között, ez is egyfajta, egy olyan gesztus a, 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 a brit nép felé, hogy azt mutassa Károly, hogy szereti az egyszerűséget? Ennek is köszönhető, illetve talán annak is, hogy a, a bevont közösség, a médián keresztül bevont közösség így is minden pillanatról értesülni fog. És ugye, ha költséghatékonyságról beszélünk és takarékosságról, van annak is jelentősége ennek a kisebb és rövidebb útnak, hiszen ennek a helyszínek a biztosítása azért nagyon sok erőt kell, hogy mozgósítson, aminek vannak költségvonzatai is. Talán köszönhető ez ennek is, de azt hiszem, hogy az a parád és ceremónia és ünnepélyesség, ami jelen lesz ezen a mai napon Nagy-Britanniában, azt hiszem nem ezen a rövidebb úton fog múlni, de az azt követő felvonuláson, ahol 6000 katona jelenlétével lesz megtartva ez a program, azt hiszem ugyanilyen szép és méltó, méltóság teljes lesz, mint korábban harmad, Erzsébet királynője volt. Nézzük meg egy picit akkor a Plotokol szakértő szemszögéből a mai koronázási ceremóniával kapcsolatos történéseket. Hogy kell viselkednie a királyi párnak, akinek ugye az élet a nagy része mégiscsak a protokollról is szól, hogy kell viselkednie a vendégeknek, és hogy kell viselkednie azoknak, akár például mondjuk a Kentörböri érseknek, aki majd ugye celebrálja ezt a koronázási ceremóniát, vagy akik részt vesznek a koronázási ceremóniában mivel világi és egyházi elemeket egyaránt tartalmaz, de mindkét férről nagyon precíz és pontos menetrend kiszámított pontos mozdulatok fogják jellemezni ezt a szertartást, ami azt jelenti, hogy nem lesz mód közvetlen gesztusokra, nem lesz mód a szabályoktól, a szabályos menetrendtől eltérő helyzetekre. Ugye fölmerült Heri Herceg kapcsán, hogy majd itt különböző helyzetekben lehet része, ami eset esetleg jobbítani tudja az ő viszonyukat. Hát ez egy állami rendezvény, egy nagyon kötött protokollrendszerinti rendezvény, tehát nem fog, nem lehet, nincs rá mód ezen a helyszínen és ezen az alkalmon ilyesmire. Nem csak az erős média fegyelem miatt, hanem egyszerűen mindennek megvan a, a, maga helye, rendje és ideje. Úgyhogy ezek a, a szertartás elemei, amik azért 800 éve nagyjából az. Egy-két elemmel lesz egyszerűbb talán, ami korábban volt, ami, ami történni fog. Nem lesz mód arra, hogy, hogy egy kenterbőri érsek a ceremóniás renden kívüli gesztusokat vagy módot, helyzeteket ben lehessen része. Újszerű még ezen a, ebben a szertartásban az is, hogy ökumenikus papi résztvétellel történik majd meg, hiszen akár Erzsébet királynő trónra lépése óta eltelt időszakban is nagyrészt részt átalakult Nagy-Britannia társadalma. Ha csak azt nézzük, hogy az anglikán egyház követői hányan vannak, hányan vannak muszlimok, nem biztos, hogy az Angli anglikán egyház javára dől el ez a statisztikai szám. Tehát Károly király kívánsága szerint a most jelenlévő állampolgárok szolgálatába kíván ami azt jelenti, hogy beemeli ezeket a e, e, egyházi méltóságokat is a szertartásba, tehát a végén a kesztyű átadás például a, a szikek e, e, kiváltsága lesz. Annyi mindenről tudnék meg szerintem beszélni, az éjszakában nyúlóan tudna ön is gondolom érdekességeket sorolni a mai eseményekkel és a következő két nap eseményeivel kapcsolatban. Mégis lesz is rá lehetősége, mert hogy visszatér majd hozzánk természetesen a koronázási ceremónia kapcsán a késő később, hogy beindulnak majd az események. Várjuk vissza, és köszönöm szépen, hogy most itt volt nálunk. Köszönöm.